Az évvel ezelőtt élt kutyáról szól. Emlékműve mind a mai napig Áskócia fővárosában, Edinburgh-ban. Ez örökíti meg azt a szeretetet, amit egy öreg ember iránt érzett, akit még halála után sem felejtett el. 14 éven át őrizte gazdája sírját, s boldogabbá tette a gyermekek életét, akik ismerték. Ismerjük meg mi is a történetét. Kutyahűség. Igaz történet egy kutyáról. Magyar hangok. Versényi László, Makai Sándor, Szabó Ottó, Vas Gábor, Láng József, Balázs Péter, Kassai Ilona, Vadász Bea, Molnár Ili, Simonyi Balázs, Molnár Levente, Szabó Éva, Varga Mária, Izsó Vilmos. Fényképezte Paul Beeson. Magyar szöveg Seres József. Szerkesztő Kovács Katalin. Technikai munkatárs Kósa László. Vágó Somogyi Péter. Rendezőasszisztens Masol Ildikó. Hangmérnök Tölhösi István. Gyártásvezető Mázsár Gyula. Szinkronrendező Aprics László. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából készült. Zene Francis Chagrin. Írta Robert Westerby. Rendezte Dan Cefi. Godfrey Farm, 1865. Jack, hol van Bobby? Nem hallottad, hogy ugat? Jó reggelt, gazda. Jó reggelt. Bobby a pajtában van, patkányra vadászik. Menjél te is, vidd be a házba. De úgyse hallgat senkire, csak Jackra. Igaz, majd ide hívom. Bobby? Feküdj, Bobby. Igen, úgy hallgat rám, mintha az enyém lenne. De majd megtanulja, hogy a tiéd elszik. Csak egy picit légy türelemmel. Drága kiskutyám, apa, adhatok neki reggelit? Adjál csak, picim. Nagyok, felkészültél? Igen, itt a holmim. Nem volt rossz a bárány szaporulat az idén, ugye, gazda? Nem. És a fiatal gazda is jól beletanult már. Igen, betanítottad. Vidd be a kutyát a házba! Jockkal bemegyünk Edinburgh-ba, a vásárba. Csendbe légy! Most nem jöhetsz velünk. Menj a kis gazdáddal is, hallgass! Induljunk. Peti, nyisd ki a kaput. Na, gyere. 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 Elszi, tedd oda Jock régi helyére a sarokba. Ott talán megnyugszik, nem búsul annyi. Jó. Mama! Miért nem vitte el az öreg Jock Bobbyt is a vásárba? Itt ez a tálleves. Hát, ha eszik belőle.
Bobby most már igazán az én kutyám? Bármit csinálhatok vele? Igen, a tiéd. És az öreg Jock nem bánja? Bobby, gyere vissza! Bobby, hová mész? Bobby, gyere vissza! Bobby, gyere vissza! Bobby, Betty, fogd meg! Fogd meg, Betty! Bobby, gyere vissza! Bobby! Te rossz kutya! Jock, nem örülök, hogy elmész Colbrayból, ugye tudod? Igen. Én sem örülök neki, Basta. De nehéz idők járnak, és nem engedhetem meg magamnak, nem hogy... Nem is vettem a szemére, Gazda. 60 éve dolgozom a jók mellett. Nem lesz nehéz új helyet találnom. A gyerekeknek nem mondtam meg, hogy már nem jössz haza. Nem tudtam megmondani. Nem. Mi értelme lett volna? Gia! Egy percet késik az órám. Hogy bírják elviselni ezt a durrogást? Engem majd halálra ijesztett. Kifizetek még 2 hetet. Nem fogadhatom el, nem dolgoztam meg érte. Há, te tudod. Mindent elrendeztünk. Köszönöm. Majd csak elboldogulok. Igen. Minden jót. Sok szerencsét. Kis csibész, takarodj kutyának, földön a helye. Takarodj innen. Hallgass már. Na, mi van, na? Ne engem bámuljon, Mr. Tway. Vigye el innen. Előbb rámúlik, aztán vonj itt, mint aki szellemet lát. Mert ott ül, ahol a gazdája szokott a vásári napokon. Mi történt, Bobby? Máskor az egyórai ágyúlövéskor már itt szoktál lenni. Na, sáros vagy, és nagyon ziáz. Hol van öreg Jock? Nem, Jock nincs itt, Bobby. Keresd meg. Én megtépáznám a dögöt, ha így összemocskolna. Ha mindenkit megtépáznék, aki itt bocskot csinál, bezárhatnám a boltot. Nem látta valaki azt az öreg pásztort a piacon? Az öreg Jockot, Colbrayből. Nem. De igen, épp az ágyülövéskor, de azóta nem láttam. Évek óta ez az első eset, hogy nem nálam ebédel. Pedig a kutyája itt volt. Gyerünk! Na! Na! Nem mész innen? Takarodj! Takarodj, koszos dög! Kóbor kutya! Mindent ebből a városból! Szégyen gyalálta! Woo!
Hogy kerülsz te ide? Miért szektél el otthánnom? Otthon a helyed. Otthon kéne lenned Kolbrében. Most a kis Elsie biztos bánkódik utánad. Nem Bobby ez. Jó, megyek már. Még nem maradok itt a temetőben. Csak hadd fújjam ki magam egy kicsit. Olyan házártos vagy, mint a feleségem halott. Te vagy az, Bobby. Na, gyere! Mi a baj, Bobby? Megtaláltad? Szóval megtaláltad. Jól van, jól van. Jók, mi van magával? Jézusom, ez beteg, és teljesen átházott. Na, ennyit gyerünk, elviszem magamhoz, támaszkodjon rá. Na, jöjjön, Jók. Vegye le ezt a vizes göncet, és kuporodjon a tűz mellé. Na, adja ide ezeket útni. Na, jó van. Igen, ez nedves. Borús idő. Borús? Zugogni, a dézsából önteni. Ez neki borús. Azt hiszem, ha Noé is kót lett volna a 40 napos esőre, ami a vízözönt okozta, csak annyit mond, nyilkos az idő. Hát nem volt nyilkos az ezönvíz, Mr. Trail. Vacsorázott már, barátom? Nem, még nem, de ez ne okozzon gondot. A gond már megvan. Ne szaporítsa még vitatkozással is. Ó, ezt, Bobby, fejezd be! Ne csinálj fürdőszobát a házamból, és ne mászkálj a koszos macsonddal. Ez neked szólt. Na, itt van. Egyen. Oh. Maga mindig vendégszerető volt, Mr. Trail. Persze, mert sok pénzt hagyott már nálam a vásárnapokon. Csak azért hoztam bemelegedni, hogy máskor is nálam ebédeljen, tehát ne halálkodjon. Az a szerencséje, hogy van egy ilyen ritka értelmes kutyája. Az ágyulövéskor nálam kereste magát. Hisz maga beteg? Nagyon beteg. Maradjon itt és egyen. Elmegyek orvosért. Ne, nem akarok orvost. Magának orvosságra és néhány napi ápolásra van szüksége, hogy rendbe jöjjön. Nem, a korát csak a haldoklóknak való. Onnan élve még nem jött ki senki. Jók, ez nem igaz. Én egy kis sebe miatt is oda megyek. Nem szégyellem, hogy bekötöznek. Mert maga gyenge legény. De én nem. Jól van, nyugodjon meg. Nem viszik oda kényszerrel, ha maga nem szeret. Egye a levesét. Bobby! Bobby, ide gyere! Bobby, hol vagy? Ó, ott van a könyves polcnál a sarokban. Olyan okos vagy, hogy olvasni is tudsz? Nem, olvasni nem tud, mint ahogy én sem. Látom, magának sok könyve van. Maga olyan tudósféle is lehet. Hát, olyasféle. A könyvek az én családom és a társaságom is, mint magának a kiskutya. Na, gyere, Bobby! Azt hiszem, ma még te sem ettél ereget, ugye? Na, gyere, egyél! De rég kis állat ez a Bobby. Gondolom, büszke is rá. Igen, bár nem az én kutyám, nem az enyém. De ragaszkodik magához. A kutya már választott gazdát. De ő nem választhat. Haza kell mennie. Nagyon nehéz lesz tőle megválnom, de haza kell mennie. Üzennem kell Kolbrébe, hogy jöjjenek és vigyék haza. Bobby, te feküdj ide és vigyázz öreg Jokra. Én elmegyek orvosért. Jól vagyok. Minden rendben. Ne hívjon orvost ide. Maga nagyon beteg, Jok. Ez nyilvánvaló. Maradjon csak itt.
Engem be nem viszlek a kórházba. Menjünk innen. Mit csináljak veled, mi? Ebben a házban én kapok szállást. De a vérasszony, a tulajdonos nem tűri a kutyákat. Mit akarsz mondani? Ajaj, te aztán furban most kutya vagy, de igazad? A kis bárányokat hordozhatom a köpenyem zsebébe, téged nélne. Na gyere ide, a köpenyem alá. Jó estét, szíveskedne szállást adni éjszakára? Szívesség? Nem úgy értettem, fizetek érte. Voltam már itt, emlékszik? Ja, igen, valóban. Tudom már. Magát hívják öreg Jocknak. Itt van a pénz a szállásért. Ez meg a gyertyáért. Van most valaki az utcai szobában, a legfelső emeleten? Nem, az éppen üres. Ez a köhögés, ha felébreszti vele a szomszédot, maga látja a kárát. Tudom, majd vigyázok. Érezzük a város bűzét. Megérte felkapaszkodni, igaz, Bobby? Néhány hónappal ezelőtt itt hagytam valamit, várj csak. Ez az. Itt is van. Egy cserépvirágot látod? Még mindig él, mintha a mezők illatát éreznéd, ugye? Igaz-e? Ide figyelj, Bobby! Csináljunk úgy, mintha a mezőn lennénk. Na, lássuk. Kérd a vacsorádot. Ez az derék kutya. Jó, most leülhetsz. Hopp, fiú. Jó, jó, jó. Hajd meg a hazáért. Most hajd meg a hazáért. Aha, ez ám a hős kutya. Hopp. Hopp, ugorj. Mi ez a nagy ricsaj? Kutya ugatást hallottam. Halkan kis kutyám, különben kidobnak. Azt ajánlom, elhallgassanak, vagy mindjárt rendőrt hívok. Nem tűröm tovább ezt a patáliát a házamban. Nyughassanak!
Látod, mekkora bolond az öreg Jock. Saját Bibliámon pedig el se tudom olvasni. Az apám adta nekem, amikor már a halott az ágyán feküdt. Igen, ez minden, amim van. Egy könyv, amit nem tudok elolvasni, és egy bolond kutya, aki nem is az enyém. Na, ideje aludnom már. Te is aludj szépen. Feküdj le, mondom. Jó reggel. Jó reggel. Mondja, még mindig nem tudnak semmit arról az öreg pásztor. Nem találták meg, nem vitték se kórházba, se fogdába. Ennyit tudok. Hát, ezt nem értem. Hová mehetett? Nagyon aggódom érte. Ide hallgasson, ha meglát egy gazdátlan szürke terriert, az öreg is a közelben lesz, csak figyeljen. Van annál jobb dolgom is. Hát nekem nincs. Magát viszont ezért fizetik az én adómból, ehhez tartsa magát. Hogy ne, uram. Jó reggelt. Várjatok csak, de ha láttok egy szürke kiskutyát, akárhol a Cowgate-nél vagy a piacon, szóljatok nekem, és kaptok egy pennit. Egy pennit? Egy egész pennit? Én is. Igen. Na menjetek, siessetek és figyeljetek. Van még valaki odafent? Mi lesz? Meddig lap itt maga ott? Ha ágyúlövésig nem hagyja el a szobát, ki kell fizetnie még egy napot! Nem hallotta? Bent van még? Öreg Jock! Öreg Jock! Mi van, magas a kett? Vagy beteg? Hé, valaki ott lent! Akárki! Szaladjon el egy rendőrért! Siessenek! Mosson már valaki! Tüdőgyulladásban halt meg, meg attól, hogy öreg és kimerült volt. Hallotta? Természetes halállal halt meg. Senki nem bántotta, nem is rabolták ki. Halkabban, asszonyság. Má! Furcsa, hogy egy ilyen derék vidéki öregember egy ilyen helyen leli a halálát. Ez tiszta rendes ház. Hogy hívták? Öreg Jock. Csak így ismerték. A neve John Gray. Marad pénze egy tisztességes temetésre. Nem kell a szegények temetőjébe vinni. Arra már nem futná, hogy kocsit béreljünk, tehát a legközelebbi temetőt választjuk. Hagyják el a szobát, maga maradjon. Hmm. Mit keres ez a kutya itt? Kié a kutya? Az öregé volt? Nem, nem volt neki kutyája. Dehogy nem volt, éjjel hallottam az ugatását. Igen, így van, az éjjel ugatott egy kutya. Akkor be kell vinnem a rendőrségre. Nincs nyakörve, és gyanítom, engedélye sincs. Na, gyerünk, fiam!
Én vagyok a feltámadás és az élet, mondta az Úr. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog az. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Adjuk vissza ezt a testet a földnek. Rög a röghöz, hamu a hamuhoz, por a porhoz. Imádkozzunk az Úrhoz és Szent Fiához mindannyian, Isten félő és jámbor testvérünkért. Engedd be lelkét a te országodba, amely a te örökséged volt a világ teremtése óta. Teljesítsd be kérés, kegyelmes Urunk, ami megváltunk és közben járunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Jó éjszakát, fiúk! Jó éjszakát! Már rég be kellett volna zárnunk. Mit keresel te itt? Takarodj innen! Menj haza! Indulás! Temetőkedben nincs helye kutyáknak! Na, csend! Na, regy, futás! Menj haza! Futás! A kutya a temetőkertben! Futás! Köszönöm. Remélem, íz lett. Köszönöm. Hé, ezt meg hogy képzel? Jaj, ne tos most fel! Uram! Uram, megtaláltuk a kutyáját. Hol csavarogtál, Bobby? Hallottad az ágyúlövést is? Jöttél ebédelni? Az öreg Jockot hol hagyta? Mi történt vele? Na, csíd, Bobby, csíd! Na, mi újság? Hol van öreg Jock? Hol hagytad? Uram, megkapjuk a Pennyt. Később, lányom, később, most ne szavarj. Mit keres egy kutya itt, kérem? Dobja ki! A kutya betegséget terjeszt. Nem beteg, csak éhes. Régi vendégem. Régi, na, mi, mint maga. Kifele! Tessék, Bobby, kifele. Parancsolj. Mit szólnál egy kis leveshez, no? Odaadta a Pennyt, Éli. Nem adta. Szeretném tudni, honnan jössz, Bobby, és hogy hol a gazdád. Most pedig, Bobby, légy jó kutya, és vezess el az öreg Jockhoz, jó? No, várj, Bobby, várj meg! Azt akarod, hogy bemenjek a temetőbe? Várj! Még nincs bezárva. Csak behajtották. Ki van a kapunál? Ó, oh, Mr. Trail. Mi dolga van magának ilyenkor a temetőben? Már záróra van. Egy kutya vezetett ide, Mr. Brown. Egy kutya? Itt nincsenek kutyák. Kutyák ide nem jöhetnek be. Én mégis beengedtem. Beengedett egy kutyát a temetésbe? Ezért fel fogom jelenteni. Azt hittem magáról művelt ember. Nem ismeri a szabályzatot?
Az a szabályzat nem törvény, James Brown, és ezt maga is jól tudja. Ugyanis azt a szabályzatot maga írta. Nem tűrök kutyákat a Greyfriars temetőben. A maga kutyája sem kivétel. A kutya nem az enyém. De kössünk egyességet. Én hazaviszem a kutyát, így maga betarthatja a szabályzatát. Ha? Hát ide hallgasson. Tegnap is úgy kivágtam egy kutyát, hogy a lába se érte a földet. És ez lenne a sorsa ennek is. Na, jöjjön. Akkor maga menjen arra, én meg majd erre megyek. Hé, kutya! Hol vagy? Gyere ide! Kutya! Gyere ide! Az ördögben hol vagy? Gyere ide! Bobby! Hé! Éli! Ki van ott? Hey! Mr. Tate, maga? Láttad a kis szürke kutyát? Kutya! Igen, aki Temivel kelgettünk, és akiért nem fizette ki a pennit. Na, fene, egye meg a félét! Figyelj rám egy kicsit! Egy pennit figyelek! És ha egy ezüst silinget adnék? Kutya! Egy silinget? Ha újra meglátod azt a kutyát. Mert szerintem itt van a közelben. Szólítsd Bobinak és üzenj! Ha te vagy bárki más, elhozza a kutyát. Kap egy ezüst silinget. Miket beszél, elment a józan esze? Most majd a környék összes kölyke itt mászkál nekem a temető falain. Csupa kis vadállat. Nem, én nem tapasztaltam. Maga elnéző velük. Nem vagyok elnéző senki ember fiával. De a gyerek és a kutya olyan, hogy bottal csak rosszabbá neveljük. Ezek a gyerekek szegények és elanyagoltak, de nem gonoszak. Fogja inkább az ő pártjukat. Jobban jár. Várjunk csak! Azt mondta, tegnap volt itt egy kutya? Igen, a temetésen, még utána is itt boklászott. Kit temette? Egy öreg embert, valami John Gray-t. Tüdőgyulladásban halt meg egy vendégfogadóban. Tüdőgyulladás? Igen, ő lehetett. Ha látta volna, micsoda jó madarak hozták a koporsóját. Rokon egy se! John Gray azt mondja? Öreg Jobként ismerte. És a kutya elkísért. Mégiscsak gyászolta valaki. Szegény öreg, én küldtem a halálba. Miket beszél maga? Eljött hozzám. Láttam, hogy beteg, ezért orvosért mentem, hogy bevigyék a kórházba, de elszökött. Beteg öreg ember az esőben. Hol a sírja? Arra van. Ez az öreg sírja. Mi ez? Mi ez? Bobby! Hé! Hey, hol vagy te? Gyere ide, kis kutyám! Hol vagy te, ördög? Gyere, gyere csak! Hol vagy te, kis tök? Gyere elő! Én úgyis... Már megtalálta? Ez az a kutya, akit tegnap kidobtam. Igen. Az öreg volt a gazdája. Bánom is én. De a kutya itt nem tartózkodhat. És figyelmeztetem, hogy a záróra már rég elmúlt. Nem maradhatna mégis itt? Semmiképpen. Tiltja a szabályzat. Jó, hát dobja ki. Maga meg a szabályzatot. Én nem teszem meg. Jó hét, Mr. Brown. Na, gyere. Nem maradj nekem. Istök. Tessék, ki van dobva? Csak, hogy megszabadultam maguktól. Jó ét! Jamie, mi az ördögöt csináltál kint a sötétben? Érvényt szereztem a jognak. Oh. Amit James Brown kimond a Greyfriars temetőben, az törvény. Akkor most mi legyen, kisöreg? Nem mehetsz vissza, mert bezárták. Nézz szembe a ténnyel, nem juthatsz be. Miért nem jössz velem haza? Én is jó ember vagyok. Na, jössz vagy nem? A rémes révillió. Csöndet, csöndet! Bobby, csönd! Mr. Trail! Öregkorára tám megkedvelte a kutyákat? Egyelőre azon vagyok, hogy őket fejem meg. Fegyelmezhetnék. És ha nem várható el a vásárlóimtól, hogy kielégítsék tudományos érdeklődésüket, ha zavarja őket a kutyaugatás.
Hallgatassa el az ebet, különben rendőrt hívok. Jordi Ross! Igen, uram? Jordi, van egy kis gondom. Akarsz keresni egy hatost? Egy hatost? Mi az, ez a tiéd. Ha valahogy be tudod csempészni ezt a kutyát a temetőkertbe, és nem kérdezel semmit? Hát éppen, lenne rá mód. És te ismered ezt a módot? Igen, de előbb a hatost. Most bezzeg kedves, hogy segítek neked bejutni oda. Tessék, de Jordi, ha bárkinek is elmondod, én elnadrágollak. Ó, dehogy mondom, hova gondol? Úriemberek vagyunk. Ennyi a történet. Értem. Kutya nem teheti be a lábát ebbe a temetőbe, amíg én vagyok a gondom. Hát az új rendelet. Jó napot, uram. Ebéddel sajnos nem szolgálhatok, már elmúlt fél három. Már ebédeltem. Én egy kutyát keresek, és ide irányítottak. Egy kutyát? Igen, Cold Brave-ből jöttem, a kutya a lányomé. Egy öreg juhász után szökött ide, aki tudja... Öreg Jock? Igen, ismeri? Hol van most? Nem volt joga elcsalni a kutyát a lányomtól. Öreg Jock meghalt, uram. Meghalt? Igen, tüdőgyulladásban. 4 napja tették sírva a Greyfriars temetőben. A Greyfriars-ben? Nem túl előkelő az egy öreg pásztor számára? Nem. A mennyország sem az neki. Szegény öreg Jock. El kellett küldenem, nem volt más lehetőség. Én nem tudtam, hogy ennyire beteg. Ha tudtam volna, akkor... Ő már halott. Nem csak maga az oka. A kutya azóta minden nap itt van. A sarokban alszik, most is. Igen, ez ő, látom, jól van. És az öreg Jock takaróján alszik. Megvettem a fogadóstól, akinél meghalt. Milyen jól táplált. Szépen gondját viselte. Ha azt hiszi, hogy meg akartam tartani... Én nem is bánnám, csak tudja, a lányom szíve meghasad utána. Jobb is, ha elviszi, itt úgysem maradna meg nálam. Csak ebédel itt. Aludni a temetőbe jár, hiába tiltják. De elkapni nem tudják. Na, hát akkor vigye. Jól van, elviszem. Lesz otthona. Fogja erősen, mert nem szívesen megyem. Na, jól van, Bobby, én vagyok az, én vagyok. Köszönöm, uram. Várjon! Tekerje a pokrózba. Így biztosabb, és meg is nyugtatja. Menjen már, dolgom van. Szervusz, Veti! Szervusz! Megtalált a Tobit! Igen, itt van a kocsiban. Fogd ki a lovat! Igen, apa! Ezen túl itt lesz a helyed. Na, ez az, jól van. Csinálj neki szalmaágyat, Elszi. Úgy. Alulra is tégy. Szegény Bobi, aludd ki magad. Reggel majd érted jövök. Te fogod etetni is. Egy ideig pórázon tartjuk, amíg meg nem szokja az új helyét. Na, menjünk, kicsim. Jöjjt, Bobi. Visszakaptad Bobit, mehetsz aludni. Jó éjszakát! Várj, kicsim. Vidd magaddal Jessit is. Tessék. Na menj, jó éjszakát. Jó éjszakát. Megtaláltad öreg Jockot? Nem.
Az öreg meghalt. Meghalt? Igen. Tüdőgyulladásban, szegény ördögöm. És képzeld, a Greyfriars-ben temették el. Öreg csak az urak és a hölgyek közé. Előkelő helyen nyugszik. Igen, a sírja a mártírok emlékműve mellett van. És Bobby minden éjjel a sírjánál aludt. Bujkált a gondnok elől, mert a szigorúan tilos. Ami Bobbing nem tiszteli a törvényt. Megint ez a kutya. Hogy kerül ez ide? Na most véget vetek ennek. John Trail tehát hazudott nekem. Mr. Trail? Igen, azt mondta, a kutyát elvitték. Megint itt vagy? Visszajöttél? Hogy jutottál be? Nézd rám, ilyen ártatlanul. Megszegted a belépési tilalmat. Hallod? És nézd, milyen gubancos, sáros a szőre, mint egy halaskofa a piacon, úgy néz ki. És olyan haszontalan is. Nem haszontalan. Látod, mit csinált? Négy nagy patkány tölt meg. Te bátor kiskutya. Ó, drágám, látod ezt? Akkor is mennie kell. Véglegesen. Ha kell, magam viszem a rendőrségre. Nézd meg, milyen nagy dögöket ölt meg. Ott is egy, meg ott egy másik. Ezek piszkítják be a templomot. Elismerem, hogy derék munkát végzett, de akkor is törvényszegő. Nyilvánvaló, hogy mit érdemel. Úgy van, nyilvánvaló, hogy mit érdemel, és azt meg is kapja, egy alapos fürdetést. Végos fürdetést? Elhagyott a józan eszed, asszony?
Szó se lehet fürdetésről. Na, tiszta vizet. S ha megszárad James Brown, kap egy jó reggelit. Olyan sovány szegény. Még hogy reggelit. Remélem egy kis libamáj megteszi. És szobalány tálalja fel neki. Ne morogj már, összeszedem neki a maradékot. Nyugos, nem hallod? Te illetéktelen behatoló, kutyáknak tilos, benne van a szabályzatban, jegyezd meg! Engem nem főzöl meg. Reggeli után neked fel is út, le is út, mehetsz, amerre látsz. De aranyos kiskutya, te sem tagadhatod. Szeretném, ha csak ebéd után küldenéd el. Ez nem vita téma. Hivatali kötelességeimet az egyház tanács határozza meg. Ó, nem tiltja a törvény, hogy ő is itt éljen velünk. Velünk? Az én házamban nem lesz kutya. Jó társaság lenne. Neked is, Jamie. Ó, te. Hát nem te mondtad 30 évvel ezelőtt, hogy egy kutya is van olyan jó társaság, mint egy gyerek? Igen, ugyanolyan zajos. Gyere, Bobby, sajnálom, ez a dolgom. Na. Gyerünk. Várj! És ne próbálj meghatni. Tessék, ide van írva. Ez a szabály. Nézd meg, kutyáknak belépni tilos, patkányölöknek is. Tehát Isten veled. Jó utat. Na, eredj már, menj innen! Közelebb, lányok! Ez itt a Greyfriars, a szürke barátok temetője. A végső nyughelye számos kiváló személyiségnek, akik meghatározták Skócia történelmét. Kinyitná a kaput, gondnok úr? És igen, figyelem, persze. Lányok, ne lépjetek a pázsitra. Úgy van, egy kis helyet kérek. Jó utat! Jesse! Semmi, hová mentek? Fogyszálva! Éli, gyere gyorsan! Miért? Mi van? Itt van a kutya! Nézzétek, egy kutya! Igen, ő az! Megfürdették és megfésülték! Nem lesz könnyű elkapni, amíg Mr. Brown itt van. Tényleg nem lehet megfogni. Csend, figyeljetek! A vendéglőstől egy shillinget is kaphatunk érte. Ezt ő mondta Élinek. Én előre megyek, és a kapunál szóval tartom Mr. Brown-t. Ti meg hátul bemászok, és megfogjátok a kutyát, rendben? Köszönjük, gondnok úr. Szívesen, asszonyom. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó napot, Mr. Brown. Mit akarsz? Tessék mondani, miért van csukva a kapu? Nincs zárva, mégis becsukja. Hogy távol tartsam a csibészeket és a kutyákat. Tudom, hogy mi a célod, de hiába csorogsz itt. Nem szeretem, ha a temetőkertben kölykök randalíroznak, és nem is engedem. Én megértem. Kapd a Lili! Gyerünk! Gyerünk meg! Mi felőcsibészek innen! Hagyjátok el a temetőt! Kifelé, hallottátok? Ez a kutya! Még ilyet! Tessék csak! Nincs bezárva! Elhoztuk a kutyáját, uram. Végre elkaptuk. Hol találtatok rá? Bent volt a temetőben. Nem bujkált.
egy sírköven üldögélt. Mint hogy csak ott lakna. Maga mondta, hogy hozzuk ide. Mikor jöttél vissza, Bobby, és hogyan? És milyen szép tiszta lett a bundád. De talán éhes vagy. Na, meglátjuk. Megkapjuk a sírünket, uram? Egy pillanat. Én nem megyek a kutyát, adja a kutyát. Ez az úr nagyon-nagyon gazdag, ugye, Tami? Itt van, igen? Itt van. Gyere, Bobby, gyere, gyere. Na, tessék. Egy silinget ígértem érte. Egy silinggal, hányan is vagytok? Hatan? Az két penny fejenként. Csirkét adott a kutyának enni? Igazi csirkét? Egy kutyának? Éli, zárd be az ajtót. Igen, zárd be! Egyelőre nem fogadunk vendéget. Én is éppen evédelni készültem, de nem esik jól egyedül. Tartsunk pikniket. Uram, mi ez a piknik? Valami sütemény? Dehogy is, fiam. Az, amikor sok az étel, és megosztod mással. Azt nyáron szokták a szabadban. Nem, most mi itt tartjuk? Bárhol lehet pikniket tartani. Tessék, ez a tiéd. Ó, te kimaradtál. Na, fogd ez a tiéd. Futás, futás a konyhába! Ne hátsalukjanak itt tátott szájjal, hanem szolgáljanak fel hat adag csirkeragút a sarokasztalnál. Igen, uram. Mr. Trainnek tényleg olyan sok az ebédje, hogy nem tudja egyedül megenni. Tessék, üljetek asztalhoz, és viselkedjetek. Jaj, de jó! Kerül. Éli, osz szét! Én még soha nem ettem csirkeragút. Ó, Bobby, befejezted! Akkor te is részt vehetsz a pénzre. Malcolm! Azt mondtam, viselkedj! Temi, mondd az imád! Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen. Ámen. Mit mondtál? Nem neked szóltam. Tessék! Temi? Ez olyan, mint a mesékben, amiket kitalált. Igen, olyan. Temi meséket ír? Igen, és olvasni is tud. Valóban? És folyton meséket talál ki, hogy... kimenti a királynőt a vízből, és ezért mindannyiunkat meghív a Balmoral palotába, egy nagy bárra, és akkor... Ó, hagyd már abba! Ez a csak butaságok, uram. Igen, meg hogy új lábakat növesztett, és tudott szaladni. Ilyen butaságokat. Temi, elviszlek majd a kórházba. Vannak ott barátaim, orvosok is. Ha új lábakat nem is, új mankókat biztos tudnak adni, és az már majdnem olyan jó. Jobb, mint ez. Igaz, Bob? Menjünk. Itt mi már nem kellünk. Menjenek a dolgukra. Ti már ettetek életetekben friss kenyeret? Örülök, hogy itt vagy, Bobby. Mondd, hogy csináltad? Szeretném, ha velem maradnál. Nem vagyok én olyan rossz ember. És unom az egyedül létet. Én ígylem az öreg csokkot. Őt legalább meggyászolta valaki. Most biztos bolondnak tartasz. Más is annak tart. Azért te is bolond vagy ám egy kicsit. Jock már nem jön vissza, nem jön vissza többi. Na,
Bemenjed le ki! Te bolond kutya! Itt meleg van, társaságod van, kint pedig csak hideg van és meleg. Csönd legyen ott lent! Jól van, jól van. Átkozott egy kutya. Most mehetek veled a temetőbe. Te úgy sem tudsz bejutni. Be van zárva. Szóval visszajöttél. Csóvál csak a farkat, te kis bolond. Miattad állok itt a hidegben? Na, gyere be. Gyere be. Jó estét, Mr. Brown. Úgy tudtam, szigorúan tilos kutyát bevinni a temetőbe. Ez igaz is. De ez a kutya a házamban fog aludni, ha nincs ellene kifogása. Ez a kutya nem fog házban aludni. Hát a magáéban biztos nem. De a feleségem Jamie megkedvelte a kutyát, és ő is minket. Mi találtunk rá ma reggel, fáradt volt és koszos. Befogadtuk, megfürdettük. Én pedig megetettem. Aztán meg kihozza a hidegbe, hogy a temetőben aludjon. Pedig ez törvényellenes. A kiskutya a házamban alszik ma éjjel is, ezentúl minden éjjel. Nem kell fáradni a többi az etetésével. A kutya hazatért hozzánk. Jó éjszakát! Hova mész? Hova szaladsz? Ne szaladj el, te kis ördög, gyere ide! Szavéja! Vagy bejössz a házba, vagy elmész. Megmondtam. Ha bejössz, jó helyed lesz a kandallónál, de itt nem maradhatsz éjjelre. Még elveszíteném az állásomat, ha van közelem, Bobby, te jó kutya vagy. Na, gyere! Ne harap te! Ki tudja, ki az igaz barát? Az ember vagy a kutya? Jamie, nem jött be? Visszajött a kis kutya. Visszajött, de nem hozzánk. Soha nem hagyjátok békén a kutyámat! Ő nem a magáé. Te itt él! Legalább bennyit van a vendéglőben is, és még több időt tölt velünk. Bobby szabad és független. Micsoda nagy szavak! Hallom, újabban a Harriet iskolába jársz, egy ilyen kölyök a nyomort anyáról. Igen, a vendéglős rábeszélte az igazgatót. Mr. Trail túlságosan sokat avatkozik bele mások életébe. Minek küld egy ilyen gyereket olyan előkelő iskolába? Azt mondja, amivel a lábam nem gyógyul meg, az eszemmel kell megkeresnem a kenyeremet. Igen. Akkor meg ne fecséreld kutyákra az idődet. Gyerünk tanulni! Jó, viszont! Csönd, csönd! Temetőben vagyunk. Tartsátok tiszteletbe, ti fogad. Elmegyünk, Mr. Brown. Helyes. És össze ne sározzátok azt a kutyát, ne piszkítsa be nekem a konyhámat! Hallottad? Mi a Bobi? Emlékszel még rám? Menjük jönni! Jaj, fogod szedni Bobi!
Trailé, meg a gyereke ki ez a kutya, meg mindenkié. Elít a pokolba. Hozzám beszél, Mr. Brown? Nem, dehogy, annak a kutyának mondtam. Már régóta figyelem ezt a kutyát. Gazdátlanul kószál az utcákon, de nagyon fürge, és képtelen vagyok elkapni. Elkapni? Ugyan miért? Miért? Talán a magáé? Ön kutyát tart a temetőkertben? Nem az én kutyám. Csak érdekelne, mi baja vele. Nincs nyakörve. Talán engedélye sincs, és ez törvénytelen. Értem. Az pedig közismert, hogy Skóciában a törvényességet ön képviseli, Mr. McLean. Ha nem ön, akkor ki a kutya gazdája? Én nem tudom. De kérdezze meg Mr. Trail-t. Ő aztán mindenkiről tud mindent Greyfriars környékén. Őt kérdezze. Uram! Jó napot, Davy! Mi újság? Folytasd csak a munkádat, nem érted? Szóval mostanában kutyát tart, John. Nem is tudtam. Hát pedig kevés dolog van, amiről maga nem tud, Davy. A kutya az egyik vendégemé. Most nincs helye a tréfának. Értelem, milyen hivatalos. Hivatalos ügyben járok. Az ön neve Mr. Trail? Micsoda kérdés ez? Nagyon jól tudja, hogy mi a neve. Ez kötelező formaság, a személyazonosság megállapítása. Ez a papír önnek szól. Ön köteles holnap megjelenni a városi bíróságon a magisztrátus előtt. A vád szerint ön birtokol, avagy rejteget egy kutyát, amely után nem fizette ki az ebadót, melynek összege 7 shilling. Egyébként, ha holnapig kifizeti ezt a 7 shillinget, a vádat azonnal elejtik. Ki mondta, hogy én kutyát rejtegetek? Látom én, hisz van szemem. Csak az esze ment el? Nem, az is van. Figyelem már ezt a kutyát hosszú-hosszú ideje. De ettől a héttől kezdve új szabályok vannak érvényben a kutyákat illetően. Azt hiszi, kényszeríthetnek rá, hogy kifizessem az ebadót? De tudom én, ki áll az egész mögött. Az a vén bolond a temetőből. Kim Brown! De eligazítom én ezt a dolgot. Maga is mehet a dolgára. Vagyis kifizeti? Nem. Akkor meg kell jelennie a bíróságon. Holnap. Mr. Trail, mit jelent ez? Nem. Valami tréfa? Ez egyáltalán nem tréfa. Az Edinburgh-i Városi Bíróság nem tréfa. Maga Lord Provost is szokott eldökölni, ha rákerül a sor. Nagyon is komoly ügy ez. Most sürgősen intézkednem kell. Ti ketten csak tegyétek a dolgotokat, amíg távol vagyok. Bobby, te velem jössz. Mrs. Brown, én beszélni szeretnék a férjével egy üzleti ügyben. Sajnos a férjem nem érzi jól magát, Mr. Trail. Le is feküdt pihenni. Átadjak valami üzenetet? Ne. Ez nagyon különleges ügy. Személyesen kell elintéznem. Jobb lenne, ha bevinni a kutyájukat a házba. Bobby, kicsikém, ó, édes kicsikém. Következik a Trail ügy. Mr. Trail, jelen van? Itt vagyok. John Trail, ön a tulajdonosa a Trail étteremnek a Greyfriars téren. Persze, hogy én. Itt mindenki tudja, hogy ki vagyok. Csupán a személyazonosságát kívántuk megállapítani. Olvassa fel a vádat. Önt azért idézték a bíróság elé, mert ön egy kutyát birtokol, melyre nem váltott ki engedélyt. Az új rendelet értelmében a városi rendőrség feladata a kóbornak minősülő kutya elzárása. Beismeri a vétkét, vagy tagadja azt? Tagadom. Rendben van. Szólítom McLean őrmestert. Ami
mindenható Istenre, hogy az igazat mondom, a teljes igazságot Istenre. McLean őrmester, a bíróságnak tett tanúvallomását minden részletében fenntartja. Igen, uram. Nevezett kutyát Mr. Trail éttermékig követtem, és azt észleltem, hogy az Ebb ott étkezik. A vádlott menedéket nyújtott neki, és nem tagadta a nevezett Ebb jelenlétét. Miért mondja erre a kis kutyára mindig, hogy nevezett? Nem mutatkoztak be egymásnak? Rendben. Észrevételeivel csak a bírósághoz forduljon. Tehát tagadja ön az őrmester állításait? Nem tagadom, valóban látta a kutyát az étteremben. Igen, sőt, hallottam is. De a kutya nem az enyém. Nem vagyok a gazdája. Nem alszik a házamban. Akkor ki a gazdája és hol alszik az Ebb? A gazdája hónapok óta a Greyfriars temetőben nyugszik, és a kutya az ő sírján az. Jim, ébredj! Ez érdekes lehet. Azt akarja mondani a bíróságnak, hogy egy kutya képes egész télen a szabadban aludni a temetőben? Ez igen, bíró úr. Ez egy Sky Terrier, és nagyon vastag a bundája. Van tanúja, aki bizonyítaná ezt a történetet? A temető gondnoka, akárcsak én, meglehetősen kedveli ezt a kutyát. Ő kétségkívül szívesen tanúsítaná mindezt, de sajnos szegény annyira beteg, hogy feküdnie kell. De ha szükséges, minden bizonnyal tanúskodni fog. A Greyfriars kolostor vezetői tudnak erről? Én tájékoztattam a lelkészt Mr. Leed bíró úr, de most nincs Edinburgh-ba. Franciaországba ment. Kúrára. Tehát minden tanúja lebetegedett. Így van, bíró úr. Bármint egy fél száz tanút is hozhatnék a környező házakból, akik minden nap látják ott. De ön talán nem fogadná el őket tanúként, mivel legtöbben kiskorúak. Mr. Trail, ez valami pimaszkodás? Ön kérdezte, van-e arra tanú, hogy Bobby a temetőben alszik? Uram, nem tudom, megbeszélte egy ügyvéddel, hogyan bújhat ki a vád alól, de... Azt hiszem, elég jól forog az én nyelvem is, hogy megvédjen. Túlságosan is jó. A kutyának nincs gazdája és nincs engedélye, a rendőrség kénytelen lesz elzárni. Ez nem tisztességes. Lehet, hogy nem az, de törvényes. A kóbor kutyák ad a kész Isten csapás a városunknak. Amíg ennek a kutyának nem váltják ki az engedélyét, elzárva tartjuk és ezzel befejeztük. Nos, uram, hajlandó lesz fizetni, vagy adjam ki az utasítást a kutya beszállítására? Nem a 7 shillingről van szó, amibe az engedély kerül. Ez elvi kérdés, bíró. Elvi kérdés? Mi az elve? Nem lehetek felelős azért, ami nem az enyém. A kutya csak napi 2 órát van velem, a nap többi részében a temetőben alszik, vagy dolgozik. Dolgozik? Igen, dolgozik. A temetőben kapott állást. Patkányokat kell öldösnie, mivel elfoglalt munkaadója Mr. Brown erre személyesen nem képes. Csöndet! Mr. Trail, nem fizeti ki az engedélyt... Mert ez elvi kérdés. Ne szakítson félbe! De eltekintve az engedélytől, van itt más is. A törvény értelmében ön bűnös, mivel befogadott egy kóbor kutyát, és nem jelentette be a rendőrségnek. Ezért minimum 5 shilling bírság szabható ki önre. És ha elveim ellenére kifizetem az engedélyt, eltekintenek a bírság kiszabásától? Úgy van. Ez esetben, bíró úr, fellebbezni fogok döntése ellen Lord Provosthoz, a városi előjárósághoz és a megyei bírósághoz. Mr. Trail, a legfelsőbb bíróságnak fontosabb dolga is van, mint hogy ilyen kis ügyekkel foglalkozzon. Nem kis ügy az, ha úgy kerülök be városunk évkönyvébe, mint aki megszegte a törvényt. Ha megtagadom az engedély kifizetését, de továbbra is etetem a kutyát, mint eddig, azt a bírósági döntés megsértésének veszi? A kérdése arra irányul... A kérdésem nem irányul semmire, csak tervezem a közeljövőmet. De a maga kérdése arra irányul, hogy hagyjak éhehalni egy kutyát törvényességi okból. Önde! Mr. Trail, ön semmibe veszi a bíróságot. Ez nem így van, bíró. Ön tagadja, hogy a kutya tulajdonosa lenne, de nem tud tanúkat állítani állítása bizonyítására. Nincsenek tanúi. De engedelmével mondanék valamit. Dévé, ha legközelebb eljön az étterembe, jöjjön be, és tanuljon ettől a kutyától jó modort és erkölcset, akit üldöz. Bobby legalább nem harap annak a kezébe, aki enni ad neki, mert maga ezt teszi, Dévé. Rendben van. Hisz elég sokszor evett nálam ingyen. Csöndet! Mr. Trail, saját bevallása szerint is bűnös abban, hogy befogadott egy kóborkutyát és nem jelentette be. Ennek okáért holnap jelenjen meg a kutyával együtt. Reggel 8 óra 30 perckor, mielőtt a bíróság összeülne. Kérdezhetek valamit, bíró? 8 óra 30 perckor, ugyanitt holnap reggel. És most kérem, távozzon.
Éli, kislányom. Fürdettél már valaha ilyen kutyát? Olyat, mint Bobby, Mr. Trail? Nem, de te minéha megmosta Mr. Brown helyett. És azt mondta, hogy nem is olyan nehéz. Igen. Mr. Brown betegeskedik, úgy tudom. Tehát Bobby addig nem lesz megfürdetve, amíg meg nem gyógyul. Fürdessétek meg, Éli. Nehéz feladat vár rá. Tényleg? Igen, nagyon is nehéz. Holnap reggelre itt kell lennie megfürdetve. Elviszi valahova, uram? Talán egy piknikre? Igen, elviszem valahova. De nem piknikre. Itt többről van szó. Az elvekről. Mm-hmm. Hmm. Mindent megcsináltál? Akkor menj csak. Siess haza. Megfürdettük, és meg is fésültük a nagymama fésülőjét. Ah, mint egy festmény. Tessék, itt egy penny mindkettőtöknek. Éli, vagy te minek is a kásából, ott van a tűzhelyen. Hová viszi most Bobbyt, uram? Bemutatom egy fontos személynek. De előbb meg kell, hogy kösselek, Bobby. Na gyere, ez az, Bobby. Gyere csak. Gyere, Bobby, gyere, gyere csak szépen. Szervusz, Éli. Mostanában Mr. Trillnek dolgozol? Igen, már egy hete. És ő nem mondta, hogy mi volt a bíróságon tegnap? Tudod, a kutya ügyében. Nem, mi volt? Most is magával vitte Bobbyt. Megmutatja egy fontos embernek. Ó, szóval ő így mondta. Bíróság elé kell vinnie Bobbyt, tegnap ezt parancsolták neki. Hogy Bobbyt? De miért? Ha egy kutyának nincs gazdája, aki kifizeti az engedélyét, a rendőrség elfogja és bezárja, mint kóborevet. Hogy? Igen, és Mr. Trail nem fizette ki az engedélyt, mert Bobby nem az övé. És mennyibe kerül egy ilyen engedély? 7 shillingbe. 7 shillingbe? Ez egy vagyon. Igen. De remélek, rá tovább elkésem a munkából, viszlát. 7 shillingért megváltható egy kutya élete. És senki, még Mr. Trail sem hajlandó ennyit áldozni érte. Van egy penim. Most kaptam. És neked mennyi van, Temi? 7 shilling, az 84 penny, vagyis 168 fél penny, azaz 336 negyed penny. De több ember él a temető körül, mint amennyi negyed penny is van 7 shillingben. Igen, Éli, de azok szegények. De Temi, össze kell gyűjtenünk. Mr. Trail oda fogja adni neki. Fölvette a legjobb ruháját, és olyan képet vágott, mint a Bobby temetésére menne. Semmi baj, összeszedjük. Szólj mindenkinek, Éli, akit csak látsz. Én is szólok. Minden gyereknek szólj. Szaladj! Azt a Trail nevű embert keresem, azt a kutyásat, nem látta? Nem mehet be, még a bíróság össze nem ül 9 órakor. Na de utasítást én... kaptam, uram, magát a Lord Provost-től. Nem jelezték, hogy Lord Provost is itt lesz. Na akkor hát várok. Nekem azt mondták, hogy... ilyen kis ügyel nem szabad zakladni Lord Provostot. Az ügyben én ítélkezem, Mr. Trail. McLean őrmester már elő is állította a foglyot, úgy látom. Nos, Mr. Trail, egyszerű kérdéseket teszek föl. Ön gondozza és eteti ezt a kutyát? Ön a tulajdonosa? Feleljen az első kérdésre. Igen, uram, én etetem a kutyát azóta, hogy... egy szóval én etetem, nem tagadom. És miért, ha nem az öné? Hát elsősorban elkiismereti okból, mert felelősnek érzem magam a gazdája halála miatt. Elsősorban. Mi van még? Hát szerettem volna magamhoz szoktatni ezt a kiskutyát, mert nekem senkim sincs. De nem sikerült. Velem csak kedves, barátságos. De a szívében csak a gazdája él. A törvény szerint kell, hogy legyen gazdája. Én nem akarok a gazdája lenni, uram. Mert nem is lehetnék. És nem hiszem, hogy a törvény azt akarja, hogy feladjam az elveimet, hazudjak. Hogy megmentsem egy kiskutya életét néhány shillinggel és egy papírszekrivel. A jog a tényeket ismeri, érzelmeket nem, Mr. Trail. A kutyának nincs gazdája, és nincs engedélye.
Itt tárgyalják annak a kutyának az ügyét. Nem mehetnek be. Látod, Jamie, én megmondtam. Csönd legyen. A férjem és én fontos tanúk vagyunk. Itt tárgyalják? Mi vagyunk a kutya tulajdonosai, uram? Bocsásson meg, lordságot, de ez így van. Ez így van. James Brown, ne hazudjon itt. Ő a temetőgondnoka, uram, aki olyan beteg, hogy fel sem tud kelni. Teremőr, engedje be ezt a két tanút, és senki mást. Jöjjenek ide. Neve? James Brown, tisztelettel. Önök tehát a kutyagazdája? Azok vagyunk. Kifizetnénk az engedélyt. A pénz itt van az asszonynál. Hallottuk, hogy a kutyát behozták ide, és gondoltuk, hogy ez... Igen, Mr. Brown, ön tehát a tulajdonos. Ez esetben... Tehát ez egyáltalán nem igaz, uram. James Brown nem tulajdonosa a kutyának. Ha fizetek érte, az leszek. Nincs több jog a Bobbyhoz, mint nekem. Mr. Brown, a kutya az ön házában alszik? Hát... elismerem, hogy éjjel nem. Azt nem mondhatom, a temetőben alszik. Gondolom a lelkész engedélyével. Hát, elismerem, hogy... Úram, ez egy nagyon csendes kiskutya, és nagyon tisztelettudó. És olyan rövid az éjszaka, uram. Néhány hónapja, Mr. Brown, magától a lelkésztől tudom. A lelkész honnan tudta, uram? A segédlelkész mondta a temetés után, aztán a lelkész Cold Bray-ből, ahol a kutya korábban élt. És most is élne, ha maguk nem etetnék, hogy itt marasztalják. De azoknak sincs engedélyük rá, uram. És őket mégsem állította senki bíróság elé. Én kifizetem az engedélyt Bobbyért, John Trey. Maga semmit sem fizet ki, James Brown. Soha életemben nem tértem még el az elveimtől, uram. De ha engem vádolnak, akkor fizetek. Hadd mutassak rá, hogy a kutya nem lakik egyikőjük házában sem. Tehát nincs rá joga sem önnek, sem pedig önnek. Felszólítottak, hogy legyek a tulajdonosa. Hát leszek. Én kértem először. Úgy látszik, önök a vitát akarják megnyerni, nem pedig a kutyát. A kutyának otthon kell, de szeretet is. És ez a fontosabb. És úgy véli lordságot, hogy nem kapná meg. Nagyon is szeretjük. Nem csak a feleségem és én, de minden gyerek Grey Friars-ben a sajátjuknak érzik. Kérem lordságodat, ne küldje őt el a temetőből. Azon a környéken sok olyan gyerek él, akiknek Bobbin kívül nincs más, akit szerethetnének. Ti mit akartok itt, gyerekek? Na gyerünk kifelé! Na mi lesz, kifelé? Uram, uram, Grey Friars Bobbit keresünk. Azt, akit a vendéglős hozott magával. Utca gyerekek, a városi bíróságon. Táguljatok innen, nem hallottátok? Szaladjatok meg! Uram, nem tudtam... Csöndet! Csukja be az ajtót! Menjetek oda! Nézd, nem halt meg! Most már nincs baj, uram. Itt van a pénz az engedélyre, uram. Önnek kell fizetni? Pontosan így sem megszámolhatja. Gyerekek, kik adták nektek ezt a pénzt? És miért? Azok adták, akik a temetőnél laknak, hogy a rendőrség ne ölje meg Bobbyt. Én is adtam egy negyed penit. Minden gyerektől kértünk. Én egy pennit adtam. Mindenki adott valamennyit. Én is adtam egy pennit. Tiszteljétek a helyet, ahol vagytok. Ez a városi bíróság. Csöndesebben. Mr. Trail, adja ide a kutyát. Na gyere, gyere. Feleljetek. Mindegy, hogy ki. Mit jelent az, hogy valaki a város díszpolgára? Temi biztos tudja. Ő a Harriet iskolába jár. Na.
Mikor eljön a királynő, és mi átadjuk neki a város kulcsait, pedig már nincs is városkapu. Úgy van, fiam. Mégis átadjuk a kulcsot annak a látogatónak, akit nagy, vagy bölcs, vagy kiemelkedő tettér tisztelünk. Mint Wellington herceget, vagy Florence Nightingale-t. Igen, a hősnek és a nemes lelkűnek. Itt van ez a kis kutya. Ő rendkívül nemes lelkű. Egy halott emberért tűrte az éhséget és a hideget. Nem felejtette el, és mellette maradt minden éjszaka. És akkor nem foghatják el a rendőrök? A város díszpolgára arra jár, amerre akar. De mit kezd Bobby a kulcsa? Csit! Greyfriars Bobbynak, Lord Provostor. Engedély. Éli, ő Lord Provost, én meg csak úgy szólítottam, uram. Ha egy tucat gyerek, aki ismeri, fillérenként összegyűjt érte 7 shillinget, ez a kutya kiérdemelte a jogot, hogy szabadon éljen, akár a Greyfriars temetőben is. De viselje a nyakörvet, hogy minden rendőr fölismerje, és ne keverjék össze egy gazdátlan kutyával. Ő mindannyiotoké. És ti mindannyian felelősek vagytok érte. Na te díszpolgár! Elmehetsz! Lord Provost díszpolgárságot adományozott Greyfriars Bobbynak. Egy kutya különös története. Ez a kutya a regiment kabalája, kámba? Nem, ez Greyfriars Bobby, uram, a város díszpolgára. Nem hallott még róla? Oh, dehogy nem. Tehát ő az, ha? Hello, Bobby, mi újság? Szervusz, Bobby, hogy vagy? Elnézést, hogy zárva volt az ajtó, de annyi dolgom volt. Jól van, jól. Gyere csak, gyere. Ez a tiéd. Jó éjszakát, Bobby. Bobby, majdnem kizártanak. Többet nem fog előfordulni. Bejönni. Minek? Csak meginnánk egy pohárkával hármasban. Jöjjön. Jó éjszakát, Bobby! Good night, Bobby! Good night, Bobby. Good night, sleep well. Yep, maybe in the morning. Good night, Bobby. Good night, Bobby.